Jónapot kívánok, hölgyeim és uraim! 2023. március 18-a van, Esztergomba vagyunk, kórház előtt, megemlékezés egy elhúnyra, a recepciós fertőzésben hunyt el, de erről a néhai feleség Gerbe Tamás fogja elmondani a véleményét. De nyilvánvaló, hogy amelyik ember nem alkalmas orvosnak, nekik az, hogy ők teljes védelem alatt állnak, akár a rendőrség, akár az ügyészség, akár a bíróság részéről, nagyon nagy erőt ad nekik arra, hogy a trehánságokat fokozzák, és minél messzebb engedje el a lehetőségek szerint azt a nem törődömséget, azt a butaságot, amivel emberi életeket fog kioltani. Hát röviden ennyit szerettünk volna elmondani, nem tudom, hogy valakinek esetleg van-e még valami hozzászólni valója. Hoztunk itt egyébként bizonyítékképpen egy hosszú-hosszú paksamétát, hogyha segítetek megfogni, akkor megmondjuk nektek, hogy mi az, ami erősen hozzásegít ahhoz, hogy egy vérmérgezésből haláleset történjen. Ez nem az úgynevezett gyermekágyi halál, hanem vérmérgezésből, a szepszisből következett be a haláleset. Le van írva, hogy a kivételesen, tehát a nejem kezelésekor mi az, ami történt. Na most ugye rengeteg semmit látnak, tehát magyarul a semmittevés időpontokra összerakva a semmittevés uralta tulajdonképpen az egész kezelést, amire az orvosi gárda hivatkozott, és mindezekre úgy néz ki, hogy a rendőrség, az ügyészség, a bíróságok fejet hajtva tusolták el ezeket a dolgokat, mitől belementek iratmásításba, iratlopásba a hivatal részéről. Tehát igazából, és úgy gondolom, hogy rengeteg embernek van, akiknek kórházi fertőzésben vagy olyan dolgai vannak, amitől hátrányos helyzetűvé vált, vagy éppenséggel rosszabb esetben elvesztették a hozzátartozójukat. Én csodálkozom rajta, hogy csak ennyien vagyunk itt, hogy a többiek abba bíznak, hogy esetleg majd ők megúszszák. Hát az a helyzet, hogyha ennyien fogunk csak fölállni a kórházi fertőzések és annak elkerülése ellen, akkor nagy valószínűséggel ez még inkább majd fokozódni fog, mint sem megszűnni, vagy éppenséggel ritkábbá válni. Úgyhogy én mindazoknak, akik itt vannak és jelen lettek, nagyon-nagyon szépen köszönöm. Tessék, ne tekerjen föl. Közben egy szakorvos meggyógyász véleményt mond. Ez a lapocska, ezt az összes hatóság megkapta. Tehát ez mindenkinek a szeme előtt van, és ez 30 perces időközönként lett földolgozva, hogy a kórházi bekerüléstől, amikor láztalanul, panaszmentesen bekerült a kórházba, megtörtént a szülés, köztudott, hogy történt egy kisműtéti beavatkozás, vagyis egy műszeres méhnyúli betapintás, ami köztudottan mindenki által tudott, hogy fertőzés veszélyen járhat. És innentől az időpontból, amikor mindenki számára köztudott, hogy ez az előzményekben ott szerepel, köztudott, mert nincsen piros benne, hogy az előzményekben semmiféle lázas előzmény nem volt, nem volt semmiféle fertőzésre utaló jele. Utána, miután megtörtént ez a méhűri eszközös betapintás, tehát ott volt az előzményben, minden egyes dolgozó tudta és tudnia kellett, majd megjelent a betapintás után 4 órával a 39,9 fokos magas láz, onnantól kezdve megvannak a protokollok, hogy hogyan kellett volna megfigyelni, vizsgálni és ellenőrizni a kismamát, és utána nézzék meg, hogy fél órás időbeosztásokkal mi az, ami történt, mit ellenőriztek. És ez fél órás időbeosztás, és óránként, tehát egy-egy órával 7,6%-kal csökken az életben maradási esélye.
Tehát ezért nagyon fontos odafigyelni a szepszisnek a jeleire, gondolni rá, hogy lehet, mert egy-egy ilyen időszakonként az életben maradás esélye 7,6%-kal csökken. És nézzük meg, hogy hány órán keresztül nem történt semmi vizsgálat ellenőrzés, amit kellett volna, mert a protokollok előírják, és semmi nem történt meg. És csodálkozunk utána, hogy összeomlik és meghal a beteg. Tehát van mit tanulnia az egészségügyi dolgozóknak még, van mit tanulnia az embereknek, van mit tanulnia a hatóságoknak. Röviden ez a véleményem, és az, hogy nagyon sok embernek ennek a tudatában illett volna itt lennie, illett volna legalább tiszteletét adnia, és sajnálom nagyon sok embertől, aki most nincs itt, hogy ennyi jellem, gerinc nincs benne, hogy legalább tiszteletét tegye az elhunyt előtt. Illetve nagyon sok elhunyt előtt, mert nem Eszter az egyedüli eset, aki kórházi fertőzést kapott, és nem ő az egyedüli, annyiban aki kórházi fertőzésben az összes többi meg elbújkál jellemtelenül, gerinctelenül. Tehát mindenkinek üzenem, akit érintettek ezek a dolgok, és nem áll ki ellene, a szemében mondom, hogy egy gerincelen, jellemtelen szarházi. Így, és ne várja meg, hogy bármiféle változás történjen, mert nem fog, mert nem adja magát hozzá. És még egy nagyon fontos. A szakmai elvárás, az ez a hosszú piros litánia, hogy miket kellett volna csinálni. Amiből már 2 métert összehajtott. Az a sok semmi, ami nem történt meg. És az a hatóságok szerint, a szakma szabályai szerint történt az ellátás. Vagyis a szakma szabályai azt írják elő, hogy semmit nem kell csinálni, mert a hatóságok ezt mondták. Ezt írták jóvá. Jó napot kívánok, Sajtó vagyok. Kérdésem van, én mint laikus, tehát akkor gyakorlatilag orvosi műhiba történt? Egy igen kemény orvosi műhiba történt, amiben... És nővéri, így van, nővéri és orvosi, amiben kőkeményen a kézmosásban szerepet játszott az esztergomi rendőrkapitányság, ugye egy iratmásítással, akkor a tatabányai rendőrkapitányság, a tatabányai ügyészség, aztán azon kívül minden ügyészség, bocsássom, és minden bíróság. Közbeszóló, mint laikus. Tehát akkor a törvénysértések sorozata. Tömkelege, a törvénysértések tömkelege, egymás kezét, seggét próbálják nyalogatni ezekkel a dolgokkal, azért, hogy egy Jónás Lászlót, egy Iványi Pált, és egy, hogy hívják? Karácsonynét megpróbáljanak fölmenteni a semmittevésük alól, ami egy másik családban, egy családtag halálát okozta. Hát gyakorlatilag törvényességi kifogással éltek, vagy feljelentést tettek? Tettünk annak idején feljelentést, és összezárt az ügyészség, a bíróság, meg a rendőrség, és hülyének próbáltak nézni bennünket, kézbizonyítékokkal nem akartak semmit kezdeni, sőt, azt nézték, hogy hogyan lehet meggátolni azt, hogy... Hát igen, teljes mértékben nem téved, abszolút nem téved, kedves Feri bátyám, illetve tegeződjünk, mert ugye nyilván tudjuk, hogy ismerjük egymást. A lényege az, hogy egy hatalmas összefonódás, tehát egy ilyen szarházi, most azt tudom mondani, hogy Kodaly László, aki szarházi, tehát még egyszer elsorolom, aki a tatabányai rendőrkapitány helyettes, és ő maga hazugságokra alapozva megszüntet egy nyomozást, akinek a feleségének köszönhettem annak idején Kodajnénak, hogy nem indítottak vádat, hanem pótvagán vádlóként kellett helytállnom abban, amiben nyilván azt jelenti, hogy ha ők nem indítanak vádat, ez egy titkos üzenet a következőnek, hogy tulajdonképpen el kell buktatni. És odáig jutottunk, hogy a bíróságon iratokat tüntettek el, a rendőrséggel iratokat másítottak, a Kodaly László hazugságokra alapozva, hogy megtalálták az ápolási lapot, ami egyébként sehol nem volt fellelhető, és arra megszüntetett nyomozást. Tehát egy szarházi az egész bagázs, és mindezek ellenére, ugye, aki annak idején itt a nejemet az éjszakai kezelésben is részt vett. Hogy hívják ezt a volt igazgató? Mi? Igen. Ja igen, ez a szarházi Kanász Gábor, aki tulajdonképpen még a végrehajtót is rám küldte azért,
mert úgy gondolta, hogy nincs igazam abban, hogy orvosi műhiba történt, pedig teljes világosság van benne. De itt a kórház előtt annyit ugattam a szarházira, hogy fölsőbb szintről, ugye ami manapság divat, valaki minél nagyobb szarházi, mint Kanász Gábor, így annál följebb juttatják őt, tehát most a tatabányai Szentbolbál a kórháznak lett az igazgatója, és úgy tudom, hogy az összes kórház a keze alá tartozik. Na most egy ilyen állat keze alá nem igen szeretnék tartozni, aki, megmondom őszintén, hogy jellemileg a béka segge alatt van. Ugyanúgy, mint az összes többi hatósági tag, akik ebben a ügyben egyáltalán részt vettek. Elég egyenes volt a... Tomi, ez egy nagyon kemény vádam. Igen, igen, ezek azok, bármelyikért kiállok. Hogy hozzájárulsz ahhoz, hogy mindez, amit elmondtál, elmondtatok itt, felkerüljön a világhálóra. Én nagyon szépen megkérném, hogy felkerüljön, tehát nem, hogy ágálni nem szeretnék ellene, hanem minél többen olvassák, hallgassák és nézzék meg ezt a videót, hogy ez folyik a mai világban, ez a mutyi világ, erre vagyunk itt egy pár jellemes emberek, akik kimerünk állni, és nem a segnyalással próbáljuk meg érvényesülni, vagy az igazunkat létrehozni. Így ennyi. Úgyhogy javaslom mindenkinek, akiket eddig érintett, minden évben megrendezzük ezt a felvonulást, és nem csak mi miattunk, csak mi is érintettek vagyunk, hanem az összes műhiba, az összes kórházi fertőzöttért tesszük ezt a dolgot, és ha valakiben nincs annyi vér a pucca, hogy ezt a rövid egy órát, másfél órát erre rászánja egy évben egyszer, csak sajnálni tudom. Milyen tisztelt hölgyeim és uraim, Esztergomból a Hírtorony híradó Szabó Ferenc jelentkezett, néhányan itt összejöttek, és az elhunytak emlékére mécses gyújtás is volt. Köszönöm szépen, hogy velem tartottak, kérem, hogy iratkozzanak fel a YouTube csatornára, ha még nem tették. További szép napot adottak!